A 2014-ben létrehozott Kiskörös Települési Értéktárbizottság elnöke Turán István történész tagjai Kispálné dr. Luca Ilona, az Országos Petőfi Sándor Társaság elnöke Turán Istvánné nyugalmazott könyvtárigazgató, Szabó Márta középiskolai tanár és Paluskáné Opauszki Ilona polgármesteri titkár. A bizottság a szervezeti és működési szabályzata alapján fél évente beszámol tevékenységéről Kiskörösváros önkormányzata képviselőtestületének. A testület január 24-i ülésére írásos beszámolót nyújtott be a Települési Értéktár elmúlt fél éves tevékenységéről Turán István elnök, aki szóbeli kiegészítésében gratulálta a Petőfi 200 emlékév helyi programjainak megszervezéséhez Domonyi László polgármesternek és Szedmák Tamás alpolgármesternek. Amikor indult ez az egész emlékév, akkor is átnéztük, hogy a Petőfi kultuszunkból mik azok az emlékhelyek, mik azok a támpontok, amik esetleg szerepelhetnek még az értéktárban. Először a megyei értéktárban mindenképpen szerettük volna ugye felvetetni a kiskörösi evangélikus templomot, sikerült is, nyilván ez nem volt a legnehezebb dolog, partnerekre találtunk, és most az emlékév zárása kapcsán, illetve gyönyörű új Petőfi szobrunk felavatása kapcsán néztünk még egyszer körül a városban, hogy van-e még olyan emlékmű, ami nem szerepel, és hát némi meglepetéssel konstatáltuk, hogy Szendrei Júlia szobra még nincs jelen az értéktárban. Ezt a hiányosságot pótolva dr. Filus Erika, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatójának javaslata alapján az Értéktárbizottság a Luther sétányon elhelyezett Szendrei Júlia egész alakos szoborral a kulturális örökség szakterület kategóriában kívánja gyarapítani a Kiskörösi Értéktárat. A bizottság erről javaslatot nyújtott be Kiskörösváros képviselőtestületének. Még 2022. szeptember 9-én avatták fel a zsinagóga épülete mellől a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum közelébe áthelyezett Szendrei Júlia szobrot, Petőfi Sándor feleségének egyetlen egész alakos szobrát. A szobor története még az 1980-as évek közepére nyúlik vissza. Bányai János, a kiskörösi lakos volt az, aki jelezte, hogy egy nagyobb összeggel rendelkezik, és mindenképpen szeretné ezt a nagyobb összeget felajánlani valamilyen közösségi célra. Na most tudni kell, hogy ez a nagyobb összeg, ez több mint 200 ezer forintot jelentett. Azt hiszem, akik itt idősebb generációhoz tartoznak, még nem is annyira idősebbek is emlékezhetnek rá, hogy a 80-as évek közepén mit jelentett 200 ezer forint. Óriási összegről van szó. És ez az úriember 1948 óta gyűjtögette minden nap, minden hónapban, apránként ezt az összeget, mégpedig egy olyan indítatásból kifolyólag, hogy az egyik barátja a háború után nagyobb mennyiségű dohányhoz jutott, és azzal dicsekedett, hogy neki egész életében nem kell már többet cigarettára költenie, mert megoldhatja ezt ebből a mennyiségből is. És Bányai úrnak az az elképzelése támad, hogy azt a pénzt, amit más úgymond elfüstölne, azt ő minden nap félre fogja tenni. Bányai János felajánlotta az így összegyűjtött pénzét a városnak. Az akkori tanácsi vezetők egy Szendrei Júlia szobor felállításáról döntöttek. Olyan szempontból is büszkék lehetünk erre az alkotásra, nem csak, hogy egy nagyon szép szoborról van szó, Domonkos Béla szobrászművész érdi műhelyében készült egyébként, hanem nagyon sokáig ez volt a világ egyetlen egész alakos Szendrei Júlia szobra. Kopenhágában állítottak egyébként egy egész alakos szobrot nem olyan régen, azt hiszem 2017-ben vagy 2018-ban, addig a teljes alakos Júlia szobor egyedül itt Kiskörösön állt. A Kiskörös Települési Értéktárbizottság elmúlt fél évben végzett munkájáról szóló beszámolóját a képviselők egyhangú szavazással elfogadták, Szendrei Júlia egész alakos szobra pedig mostantól városunk értékeinek számát gyarapítja.